Az evangélisták összesen 35 olyan epizódot jegyeztek le, amelyekben Jézus a jelenlévő tanúk előtt valamilyen csodát vitt végbe. Ezen kívül sokszor utalnak még hasonló esetekre. Ezek a csodák azonban nem valamiféle mágikus szertartások voltak, hanem olyan esetek, amikor Jézus egy-egy kimondott szóval segített az embereken. Miért volt szükség ezekre a csodákra? Szerintem az emberek miatt volt szükség ezekre a csodákra. Azok az emberek is épp olyanok voltak, mint mi. Szükségük volt bizonyítékra, látványos szemmel látható jelekre. Jézus többször utal arra, hogy ő pusztán ezért nem tenne csodát, de azért, hogy higgyenek, és azt hiszem elsősorban azért, mert ott azok az emberek éheztek, betegek voltak, szomorúak voltak, fájdalmuk volt, ezért konkrétan értük tett csodát. Nem bizonyítani akarta szerintem isteni voltát. Ugyanakkor azt mondja el, és szerintem minden csodák között ez a legnagyobb. Ugyanakkor Jézus maga is utal arra, hogy a legfontosabb csoda, amit ő tesz, az a Jónás prófétához, vagy a nála megtörtént csodához hasonló, hogy tudnélik, ő meg fog halni, de aztán harmadnapra feltámad. Én hiszem azt, hogy ez a csodára éhes világ a legnagyobb csodát megkapta. Azt tudnélik, hogy az élő teremtő Isten eljött hozzánk, emberré lett. Meghalt értünk és feltámad, legyőzte a halált. Ez a legnagyobb csoda, a legfontosabb csoda. Az egyik legszebb csoda történet a Bibliában az 5000 ember megvendégelése. Ennek mi az üzenete számunkra? Mi az örömhíre? Valóban szép és nagyon fontos üzenet, annyira, hogy mind a négy evangélista lejegyezte. Máté a következőképpen. Amikor meghallotta ezt Jézus, tudnélik keresztelő János halálhírét, eltávozott onnan hajón egy lakatlan helyre, egyedül. Amikor meghallotta ezt a sokasság, utána ment gyalog a városokból. Amikor Jézus kiszállt és meglátta a nagy sokaságot, megszánta őket és meggyógyította betegeiket. Amikor esteledett, oda mentek hozzá tanítványai és így szóltak hozzá. Lakatlan ez a hely és későre jár. Bocsásd el a sokaságot, hogy menjenek a falvakba és vegyenek élelmet maguknak. Jézus azonban ezt mondta nekik. Nem kell elmenniük, ti adjatok nekik enni. Ők pedig így válaszoltak. Nincs itt egyebünk, csak 5 kenyerünk és 2 halunk. Ő pedig ezt mondta, hozzátok ide nekem azokat. Ekkor megparancsolta a sokaságnak, hogy telepedjenek le a fűre. Aztán vette az 5 kenyeret és a 2 halat, feltekintett az égre, megáldotta, megtörte a kenyeret és tanítványoknak adta, a tanítványok pedig a sokaságnak. Miután valamennyien ettek és jól laktak, összeszedték a maradék darabokat 12 telekosárral. Aki pedig evett, mint egy 5000 férfi volt, az asszonyokat és a gyermekeket nem számítva. Több mint fél éve már annak, hogy az iktatásom kapcsán az ifjúsági csoportról kaptam egy szép képet, egy ősi eljárással a nemezeléssel készült képet. Ez éppen 5 árpa kenyeret meg 2 halat ábrázol. Ez kint van azóta a nagyszobánknak a falán. Minden reggel, amikor felébredek és kimegyek oda, akkor ha akarom, ha nem, ez az első, ami eszembe kell, hogy jusson. Számomra a legfontosabb üzenet ennek a csodának az, hogy ahogy akkor az a több mint 5000 ember, abból a nagyon kevésből sokat kapott, éppen elegendőt, sőt olyat, ami még fölöslegessé is vált, maradt belőle. Úgy számomra is minden reggel adatik valami kevésnek tűnő, ami megsokasodik, ami elég, ami megtart. Az Isten kegyelme. Milyen jó, hogy Jézus tette ezt a csodát. Nyilván elsősorban azért, hogy azok az éhes emberek jól lakjanak, nem azért, mert bizonyítani akart bármit is. Másrészt milyen jó, hogy megtette, mert ebből a csodából, ebből az üzenetből táplálkozhatunk mi is. Az az érdekes egyébként szerintem ebben a történetben, ami más történetnél is megfigyelhető, hogy ahogy elkezdődik, ahogy konkrétan Máté evangélista például, mind a négy evangélista lejegyzi a történetet, de ahogy Máté lejegyzi, a kezdő apróságokban, a bevezetésben is már megjelenik a csoda. Mert nem csodája az, hogy Jézus egyedül akar lenni, így jegyzi le Máté. Nem csoda ez olyan tekintetben, hogy ám ő tudja, mit jelent az, amikor az ember fáradt, magányos, egyszerűen magában akar lenni, egyedül akar lenni. Az első csoda, ilyen apróság, Jézus nagyon jól tudja, hogy én milyen vagyok, hogy mi milyenek vagyunk, mit érzünk. Tudja, mit jelent az, hogy magányra vágyódni. Aztán egy másik apró csoda, azt tudnélik, hogy bár el akar vonulni így magányosan, mégis sokan utána mennek, ez a hatalmas sokasság. 5000 férfi, és persze asszonyok, esetleg gyerekek is utána mennek, és ő nem zavarja el őket.
Én örülök, hogy nem én voltam ott, mert nekem biztos nem lett volna türelmem ott tartani őket, meghallgatni őket, ha egyszer magamban akarok lenni. Ez a másik apró csoda. Jézus megszánja őket, gyógyítja őket, beszél hozzájuk. És aztán jön maga a történet és annak lényege, amikor ennek az éhes sokaságnak ő táplálékot ad. Elsősorban biológiai testi táplálékot, de ezáltal azóta is örökérvényű lelki táplálékot. Olyan érdekes, hogy itt kétfajta logika ütközik össze. A tanítványok, az örök emberi logika. Íme itt valami nagyon kevés van, 5 árpa kenyér, meg 2 hal. Mi ez a kevés annak a hatalmas sokaságnak? János evangélista le is jegyzi, hogy az egyik tanítvány megszólal, azt mondja, 200 dénár áru kenyér sem lenne elég. Durván 300.000 forint mondjuk ennyi emberrel számolva. Tehát ez az emberi logika. Ebből a kevésből nem lehet élni. És jön akkor Jézus, mutat egy másik fajta logikát, amit nagyon nehéz befogadni, és mégis hatalmas kincs. Elég az a kevés. Mert az a kevés, ami van, az ő áldó keze nyomán és szavai nyomán éppen eléggé válik majd. Elég lesz, mindennapi tápláléká lesz. Az jut eszembe, hogy a Bibliát végigkíséri ez a fajta kettőség. Az ember mindig nagy akar lenni, saját erejében, hatalmában akar bízni, ennek a biztonságát keresi. Istennek meg valahogy mindig kedves a kicsi, a kevés. Nagyon sok példát lehetne felsorolni, kezdve a kis Dávidtól, aki legyőzi Góliátot, vagy Pál apostolig, aki kimondja ezt a csodálatos mondatot, hogy annyi mindent megélt, annyi mindent megértett, és még sincs semmije. Úgyhogy az Isten egyszer azt mondta neki, hogy elég neked az én kegyelmem. Én azt hiszem, hogy az 5000 ember jól lakott, bennünket az Isten azóta is nap mint nap jól lakat az ő kegyelmével. Lehet, hogy úgy ébredünk minden reggel, hogy kicsi a hitem, kevés az erőm, kevés a reményem, és ő mégis minden nap megszólal, és azt mondja, hogy nem baj, elég az én kegyelmem. És ez a kevés, ugyanúgy, ahogy akkor az 5 kenyér meg a 2 hal, ez a kevés, az ő szava, az ő áldása nyomán életté, erővé, hitté válik. Akkor annak az 5000-nek, most már nekünk nagyon-nagyon sokunknak. Ez a példázat szerintem meg kell, hogy rázom mindnyájunkat. Pont ennél a egymásnak feszülő, úgy tűnik ellentétes logikánál fogva. Egyfelől a tanítványoknak van az az örökérvényű emberi logikájuk, amit ők akkor magukban találtak, és én itt ma magamban találok, és a körülöttem lévő emberekben, hogy tudnélik, erősnek kell lenni, nagynak kell lenni, be kell biztosítani magunkat minden téren. Ezt a kényszerű, szinte átkos törekvés, görcsös törekvést érzem és érzékelem magam körül, nem csak anyagi téren, hanem még a keresztények között lelki téren is. Mintha rajtunk állna a dolog. Görcsösen igyekszünk bizonyítani magunknak, hogy igen, erős a hitünk, van elég elszánásunk, van elég ötletünk, és kétségbe vagyunk esve, amikor azt érezzük, hogy gyengék vagyunk, kevesek vagyunk, erőtlenek vagyunk. És egyszer csak megszólal ez a történet, és megszólal Jézusnak ez a másik fajta logikája, ami azt mondja, hogy elég az a kegyelem, amit én adok. Kicsinek érzed a hited? Add oda, majd én megsokasítom. Kevésnek érzed az erőt? Add oda, majd én megsokasítom. Kevésnek érzed az ötleteidet? Majd én adok hozzá bölcsességet. Amikor, ahogy említettem, reggelente ránézek erre a képre, az első reggeli én kétségbeeső gondolatok között néha az van, vagy gyakran az van, hogy Istenem, hát nekem most gyászolókat kell vigasztalni, időseket kell meghallgatnom, és fiatalságom ellenére valami bölcs tanáccsal kell vezetnem őket. Nagyon nehéz korszakot élő tinédzsereket kell pásztorolnom. Hát mi vagyok én ehhez? Olyan kevés az én erőm. És nekem is megszólal minden reggel ez a Jézusi logika ezen a történeten keresztül. Nem baj, add ide azt a keveset. Majd én megáldom, majd én megsokasítom, és az elég lesz neked. És még marad is belőle.